Generáció közt Papp Gyula 70 életmű koncert címmel film készült a legendás billentyűs tavalyi jubileumi fellépéséről. Mielőtt Papp Gyulával beszélgetnénk, nézzünk bele az Erkel színházbeli produkcióba. Annyi mindent kéne még elmondanom, s ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom, hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk, s mint a régi jó barátok, egyet mondunk, s egyet gondolunk. Köszöntöm Papp Gyulát, aki eddigi pályafutása során csaknem 250 hanghordozón szerepel, zeneszerzőként, producerként vagy éppen vendégzenészként, és számos színdarab is köthető a nevéhez. Szervusz, jó estét kívánok! Szervusztok, és én is köszöntöm nagy szeretettel a nézőket. Generációk közt, ez volt a címe ennek a jubileumi koncertnek. Mindenkit nem tudtál elhívni, azt gondolom, ebből a rengeteg fellépőtársból, zenésztársból, de nagyon sokan. De az alapvetően Török Ádám, akivel 50 éve készítettem az első Bartók Árd dolgozásomat, illetve a Skorpióból Szűcs Totya, akkor Dinamit, Németh Lojzi, nem sorolom, hisz mindegyiket ismeritek, Varga Miki, miért generációk közt, mert szépen sorba akikkel dolgoztam, akiknek köszönhetek, és akik később nekem köszönhették a pályájukat, mert mit tudom én, egy meghallgatáson Szurdi Mikivel dolgoztam a Gormari iskolában, és ott bejött 30 ember, és én rámutattam a Mikinek ez, meg ez, az egyik a Dolhai Ati volt, másik a Feke Pali. Tehát így, és a lányaim, hát az ők egyik 16, a másik 14 éves, ők is felléptek, ők a Sakkból énekeltek. Több nevet nem sorolok, mert volt még, csak ne töltsük azzal az időt. Játszottál többek között a Miniben, a Skorpióban, a Mándok Szolmétszer. Dinamit, igen. Elkészítettétek az évlemezét Németországban, Dinamit, tehát hogy számos zenés darabban is. Ha végig tekintesz, ki tudsz emelni egy vagy mondjuk egy-két dolgot, amire a legbüszkébb vagy gazdag pályafutásod során? A legtöbbet tanultam abból a 30-35 Broadway musicalből, és a legbüszkébb az pedig a Madács ember tragédiájából készült Első sírásó című művemet, ami rock opera, és Mikó Pista barátom mutatta be 95-ben már, és még nem sikerült Pestre felhoznom, de fölfogom, az lesz a következő dobás a Papp Gyula 70 után, és hát Temjén Rózsival is írtam egy Schiller adaptációt, aminek a feleségem írt a szövegkönyvét, és a dalszövegeket pedig Rózsi. Ezt Békés Csabán mutatták be 98-ban és Sopronban 2018-ban. Hoztál nekünk egy könyvet, és már emlegettük a Mándoki Soulmates-t, az nem egy akármilyen társulat, volt már szerencsénk hármasra beszélgetni. Igen. Fantasztikus zenészek egész sora, mesélj egy kicsit erről a munkáról. Hát ez egy véleményem szerint Leslie engem a Tabánban 25 ezer magával hallgathatott 17-ben, mert akkor csörrent meg a telefon, aztán eltűnt 18-ig, 18-ban fölkért, kimentem, följátszottam digitálisan, utána ősszel analóg, és hát volt egy turné, Hamburg, München, Dortmund és Berlin a falomlás 30. évfordulóján. Hát csoda eleve, hát Hamburgban, ahol a nagy Brahms vezényelt, meg Bach tanára Telemann tanított. Aztán hát ez a falomlásnál is, ott is, ahogy bementem a Beethoven terembe, köszönjük a nagy sót. Tehát nekem ez hatalmas élmény volt, életem egyik csúcsa. Gyakorlatilag a Hungarian Pictures az én két Bartók átdolgozásom alapján készült, kibővítve, tehát Dimeola, de én mondtam, hogy mire játszon a Dimeola, stb. És hát az első romántánc, amit 50 éve készítettünk Ádámmal, Törökkel, 2016-ban meghalt Kiss Emerson, még
hát bénult a keze is azért, nagyon lőtte magát szegény, és Kocsi Zoli barátom, akivel viszont egy év folyamban jártunk ránk, Idedi mellettem ült, Berkes Kálmán előttem ült, Zoli átjárt a mi osztályunkba, tehát és még el tudtam tőle búcsúzni, 15-ben Sopronban vezényelt, akkor még ott éltem, és mikor kijöttünk a Steakhouse-ból, mondom, hát nem tudom, a fiával volt. Nem tudom, hogy látjuk-e még egymást az életben. Azt mondtam, biztos, hát akkor látok utoljára egymást. Viszont, hogy egy kicsit vidámabb témával folytassuk, az igaz, hogy jövő héten útra keltek és meg sem álltok Amerikáig? Igen. A feleségem, Sándi Barbara, aki egyébként a szövegkönyvét írta az Árványi Szerelemnek, és a két csodálatos lányom, 16 éves Zsuzsanna Cserne, és 14 éves Georgina Katalin, trianoni megemlékezésre megyünk. 26-án indulunk, 29-én San Francisco, utána San Fernando Los Angeles mellett, következő nap Phoenix, amit ők Phoenixnek mondanak, és aztán átmegyünk a keleti partra, és New Yorkból utazunk Connecticut, ott fogunk lakni, és Connecticut Magyarházban fogunk játszani. És mindenhol zenéltek, hiszen egy akusztikus feldolgozás sort játszik. Minden vasárnap, tehát ilyen istentisztelet, utána ebéd, és utána egy gyönyörű. Hát szerintem nagyon izgalmas. Nagyon izgalmas napok elé néztek akkor családilag. Hát főleg a lányok. Én egész életemben utaztam, tehát nekem nem hiányzik különösebben, de hát... De az az izgalmas, amikor az ember a gyerekei szemén át tud nézni egy új világot. Hát, kiugranak a bőrükből. És mind dolgozol a legközelebb, hogyha Amerika utára tekint? Egy szimfonikus költeményt készítek, az lesz a címe, hogy Vértanú. Mikorra lesz kész? Évvégéig le kell adnom december 31-én. Ki a vértanú, akiről szól, vagy ezt nem lehet még elárulni? Nem. Akkor visszavárunk vele legközelebb, amikor erre jársz. Nagyon szépen rendben. Köszönjük, sok sikert Amerikában, és ha jól tudom, viszitek magatokkal a filmet, és hát ha ott is bele. Az biztos. A film legalább egyharmad részét, valamennyit levetítünk belőle. Sok sikert ahhoz. Nagyon-nagyon köszönöm a lehetőséget. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk.